Cina. Kevesen tudják, hogy ez Vörös Sándor ritkán használt beceneve, amely egyébként valószínűleg a sanci megszólításból származik. Ezzel a névvel dedikált három ritka kötetére és még sok más egyéb könyv különlegességre lehetett licitálni az Abaúj Antikvárium és Könyvalap 86. árverésén. A különleges köteteken kívül eladásra került még 5 darab Vörös Sándor kézirat, melyek közül egy, a Nyugodtság a nyugtalanságban még soha nem került publikálásra. Talán a legérdekesebb most a Vörös Sándor hagyatékából származó kéziratok, amelyek Vörös Sándor unokatestvérének és nagynényének családjából származnak. Ezekből a tételekből most az Országos Széchenyi Könyvtár védésre is javasolt 5 tételt. Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy ezek tényleg eredeti kéziratok? Ezt hogy bizonyítják be? Hát egyrészt ugye Vörös Sándornak elég sok kézirata forog azért közkézen, tehát aki ezzel foglalkozik, egyrészt ismerjük a kézírását, másrészt viszont mindenképp egyfajta tanúsítvány az, hogy a költő családjából származik, és közvetlenül egy leszármazottól kerültek hozzám ezek a verskéziratok. Ez azért mindig a származás, az mindig valamilyen szinten hitelesíti az adott iratokat. Elárverezték még Magyar László dél-afrikai úti naplóját, amely az 1800-as évek végéről származik. A könyv értéke igen nagy, egyrészt azért, mert ez volt az első olyan könyv, amelyet egy magyar felfedező írt Afrikáról, másrészt pedig azért, mert az író saját kezüleg készített metszetei és térképei találhatók a kötet végén. Ez mindenképp különleges, egy unikus kötetről van szó. Különleges a kötet annyiban, hogy Magyar László levelezését is tartalmazza ez a kötet, és külön növeli a becsességét azok a térképek, illetve azok a metszetek, amiket Magyar László saját maga készített. Pogány János szerint a könyvárverések a mai napig népszerűek, és azt, hogy kevesebben járnak ilyen eseményekre, azzal magyarázza, hogy manapság az emberek szívesebben licitálnak telefonon keresztül. Hozzátette, évente többször tartanak ehhez hasonló árveréseket, és ez a jövőben sem lesz másként.